Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Köszönöm kívánok, így ünnep után nincs miért panaszkodunk, bőven van miről beszélgetünk, ezért nem is húzom sokáig az időt. Milyen Csúcsú, ünnep? Tessék? Milyen nemzeti ünnep vagy. Nem vetted észre életem? Ő beteg. Tök beteg szegény. Ő már annyira zöld, hogy piros az orra és a haja is fehér. Ő már teljesen átmenet. Nem azért, csak én azt hittem valami foci meccs volt, mert füttyögtek, amit osztak az emberek. Jaj, de édes. Nálunk ilyen a nemzeti ünnep. Igen. Olyan emberi most az Andris. Ha még egyszer hozzám jössz. Megkapod órákon át állítom be, hogy ezek a redők úgy mutassák. Ezen az oldalon is? Nem én! Ja igen, Csúcsú e-mailben. Néztem a redőit. Csúcsú e-mail. Nem azért mondom, de itt különbek vannak. Ez direkt van minden. Jó. Csúcsú e-mailben a legutóbbi adásunkban elhangzott hírre reagál, mely szerint kifejlesztettek egy olyan virágot, amely azzal jelzi, ha szomjas, hogy kifényesedik. Levélírónk örömmel jelenti, hogy ő is kifejlesztett egy virágot, amely jelzi, ha szomjas, csak az övé elhervad ilyen. Tóth Tamás Debrecenből Hajós András postáját gyarapítja, idézem. Egyetértek Hajós Andrással, mely szerint nem kell letépni a virágokat, majd így folytatja. Szeretem a természetet, gyönyörködtet egy virágos kert szépsége, de az abból kitépett alkotóelem már nem. A nőket is szeretem, de egy letépett női láb még nem izgatott fel soha. Ez jó egyébként. És akikkel e hét eseményeit megbeszéljük, Kéri László! Gábor János! Hernádi Judit, Alföldi Róbert, Hajós András, Forgács Gábor. Sólyom László köztársasági elnök a március 15-én megtartott díjátadáson nem fogott kezet a kitüntetett Fekete János volt Nemzeti Bank alelnökkel, viszont kezet nyújtott Marjai Józsefnek, az állampárt egyik vezető tagjának. Szabad György, a szabadon választott parlament első elnöke Gyurcsány Ferenc kézfogását nem fogadta el. Szerintem egyet ide, egyet oda. Hát, vagy nem? Mindenhova, nem? Nem így értettem, hanem szerintem annyira fölhúzta magát, hogy nem adott kezet a feketének, hogy a Marjain elfelejtett nem kezet adni. Én ezen gondolkodtam. Ja, azt hittem a szabad. Összekeverte. A szabad az nem érdekel. Összekeverte. Azért szép ez a három nap, mert örömmel látom, hogy kampányidőben a magyar közélet felső régióiban utolérik a mi műsorunkat, hogy lassan megkülönböztetetlen vagy. Hát haladunk a kultúrállam felé. Igen, mert azért... Mondjuk ebben a gesztus sorozatban látod, fantasztikus, mert a polgári modortalanságtól a proletár bunkóságig mindent sikerült elérni. Ott áll azzal az emberrel szemben, odaadja neki. És van képe ahhoz, hogy bármit gondol arról az ember, ha egyszer odaadja neki, hogy elrontsa azt az örömét, azt a kis boldogságot. Meg ez egyszerű, hogy mondjam, tehát vendégségben nem kell egymáshoz járni. De hogyha én megyek az utcán, és valaki rám köszön, hogy szervusz Róbert, ha én arra akármennyire gyűlölöm azt az illetőt, azt mondom neki, hogy... Így bele a képibe? És nem mondom neki azt, hogy szervusz, azt én mondhatom úgy, hogy szervusz, hogy ő értse. Az olyan... Tehát én az oviba tanultam ezt, hogy ezt nem illik. Jó, de hát... Óvodában nem képeztek még köztársasági elnököket, lehet, hogy dehogy, ez hátra van. De hogy nem, mégis dehogy mondanám, hogy ez egy hosszú, szóval legalább több lépés. Az első lépés az, hogy miért tartozik ez 10 millió állampolgára? Tehát meglennének azok az egyeztető fórumok, szóval azt nem értem, mindenki képmutatóan viselkedett ebben az egészben, akárhonnét nézzük. Akik meglepődtek, meg akik nem lepődtek, meg akik csodálkoztak, meg átcsodálkozást produkáltak. Nem igaz, hogy ez az egész, hogy problémás, akkor derül ki, amikor át kell adni a kitüntetéseket. Ez mesebeszéd. Ez miért? Hát valamivel előbb derül ki. Hát erről van szó, hogy
az első lépés ott kezdődik, hogy miért kell olyanokat jelölni, akiknek na, a... ezt kérdezem. Hát én is ezt kérdezem, akiknél, hogy... Akiknél fölmerülhet ilyen típusú probléma, és most nem arról az, hogy ők érdemel, én meg elmondom azt, hogy egy másik rendszerhez tartozott a tevékenységüknek a túlnyomó bocsánat, része. Bocsánat, mint politikus kapta a díjat? Vagy mint szakember? Mint közgazdász az egyik biztosan. De egyébként az a vicc, hogy tulajdonképpen meg is érdemli, mert csak hálával tartozhatunk a Fekete Jánosnak, hiszen az az adósság, amit ő fölhalmozott, az vezetett tulajdonképpen a rendszerváltáshoz, nem? De akkor miért 90-ben kaptam? De ez annyira igen. Nézőpont kérdése, például ott volt a Bokros, ugye, aki vissza is utasította, amikor ő kapta volna ugye, a Kossuth, de mondjuk neki az anyagi részére sem nincsen nagyon szüksége, de abban igaza van, hogy akkor azért kapja, amiért ő szerinte ő megérdemli. Egy GB Show mondás jutott eszembe, a GB Show azt mondta, hogy kitüntetéseket nem visszautasítani kell, hanem úgy kell élni, hogy az ember ne kapjon. Igen. Egy dolog, hogy van egy világszerte ismert szakember, aki nem tehet róla, hogy mikor, milyen politikai körülmények között valósítják meg az ötletét. Az egy szaktudás. Most már tudjuk róla, hogy ezt a szaktudást 5 kontinensen respektálták, csak mégis kérdés az, amikor te hozzányúlsz bizonyos emberekhez, hogy gondolom, hogyha a kitüntetést adsz, akkor az minősíti a kitüntetőket is, hogy olyanoknak adjad, akiknél nincs vita. Akkor várhatod a társadalom elismerését. Ha már kifolytunk azokból az emberekből, akik vitathatatlan kitüntethetőek, akkor jöhetnek azok, akiknél bizonyos vita van, nem? Na most ezt sikerült összezagyválni rendesen. A Sólyom Lászlóban csak azt nem értem, így visszatekintve most a viszonylag még rövid köztársasági elnöki tevékenységére, hogy ő miért akart ennyire akkor köztársasági elnök lenni? Hát kezet kell fel, csupa olyan dolog történik vele, ami neki nem jó. Ő akkor nem mehet Amerikába úgy. Akkor ő nem tiltakozhat az engön, csak magánemberként. A francnak akart köztársasági elnök lenni, ha úgy veti le magáról az összes nem vele akart, járnak. Megválasztották. Dehogy nem akart. Hát pontosan itt erről beszélgettünk habzó szájjal. Órákat, estéket így van, át, én emlékszem hogy rá, ott hogy ült és taktikázott, és én akkor azt mondtam, hogy egy köztársasági elnöknek az embert megválasztják, nem pedig akar lenni. Tessék, most megkaptam. Azért annyit hagyd, hogy nem ő taktikázott, vele taktikáztat, igen, az óriási különbség. Hát csak tudod, ez a taktikázás olyan volt, hogy jaj, húzzatok erre, húzzatok arra, én nem is tudom, hogy mi van velem, jaj. András, nem kell szaporítani a meglevő zagyvaságot újabbakkal, hogy Sólyom László elmondta többször, most is elmondta az ünnep kapcsán, ő a 89-90-es köztársaság elnöke. Ez is egy álláspont, ezen is lehet gondolkodni, hogy ő úgy ítéli meg, hogy ezek a kitüntetések a 89-90-nel kezdődő periódushoz kötődőek, és igenis lehetnek neki kételjei, hogyha felvetődik, hogy mit csináltak azok az emberek az elmúlt 16 évben, akit most hirtelen fontos lett kitüntetni. Ez egy védhető, de vitatható álláspont. De ez nem erről szól ez a pillanat. Tehát amikor ha valaki tök mindegy, semmi közöm nekem, mint egyszer állampolgárnak, a polgárnak ahhoz, hogy ki ajánlotta, ki húzta, ki izé, hanem valaki megkapja, az nyilvánosságra kerül. Oda megy ez a valaki egy állami ünnepen, abszolút semmi köze a helyzetnek ahhoz, hogy ő egyébként még akár velem egyetérte bizonyos dolgokról, amit gondol. Ő ott valamit képvisel, ő egy országnak a legfőbb közjogi méltóságát képviseli, és neki nincs, szóval hogy ízléstelen. Amiről beszélünk, az egy szerintem az egy politikai PR hiba. Sólyom László a kinevezése óta abban a teljes félreértésben van, hogyha azt méregeti, hogy ő mennyire erős köztársasági elnök, akkor vagy a háttérben kell úgy taktikázni, hogy legyen ő az erős, és tudja megakadályozni azt, hogy kit neveznek ki, vagy kit nem, vagy utána akkor az a sértődöttség, az ilyen pici sértődött gesztusok, az nem tesz jót köztársasági elnök intézményének sem. Azt is nem jól látod, mert az Sólyom világossá tette a szerepét kezdettől kezdve, ő annak a köztársaságnak az elnöke, aki 89-től ítéli meg de arról nem feledkezhet meg, hogy jelenleg annak a köztársaságnak az elnöke, amely köztársaságnak a kormánya azok által, az emberek által van vezetve, akik ilyen embereket jelölnek. De te most átolod az egész konfliktust a Sólyom nyakára, nem mondom, hogy nem részes, és nem mondom, hogy nem vitatható a szerepe. De azért mégiscsak több lépés van. Először is kampányidőben, amikor minden százszoros jelentőségűvé válik, nem állok oda
elő olyan jelöltekkel, akik vitathatók, mert vitatni fogják. Innentől kezdve, ha megnyílik a vitatér, és mindenki szabadon foglalhat állást, egészen a bunkóság szélső határáig, hogy a kinyújtott kezet nem fogad. Igen, de én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy ott van az átadás ünnepsége, ott, abban a pillanatban megszűnik az, igen, hogy ott felnőttként volt. Kellett volna viselkedni mindenkinek, és senki nem volt rá. Na, de akkor ez fordít. Mondnám meg nekem, mert én tényleg csak ezen gondolkodtam, az hogy lehet, hogy a feketének nem és a marjainak igen? Szóval ott mi a különbség? Ezt nem tudom. Én nem lehet, hogy nekem van igazam, nem, hogy annyira fölhúzta magát lelkileg, hogy a feketének nem adott, hogy elfelejtett, és annak meg véletlenül adott. De abszolút. Nem lehet? Én meg azt nem értem, hogy... Mert én, mint színész, ezt így tudom végig gondolni. Nem, embertként szerintem inkább szorongot adtam. Inkább a szabadtanár urat magyarázzátok meg, mert azt szerintem súlyosan beszélt sokkal. Szabadtanár úr. Aki a kinyújtott kely... Az nem tetszik. Az a Please Madame-tól eljutottunk idáig nála, de... Az nem tetszett. Az olyan... Ő kapta, ő csak így alulról van. Nem kell elfogadni. De figyelj, nem megyek el. Hát, hogyha ennyire kifogásom van azokkal szemben... Ez az ő saját személyes csak éppen 5 millió ember nézi, hát ne hülyeskedj. Ő egy magánemberként megy oda. Ő saját maga személyben volt. Ő még azt is csinálta volna, hogy nem kell be, még ezt is lehetett volna. Hát persze, majd nem beszél át az ember. De hogy mondjam neked, hát föl voltunk terjeszte jó pára mindenféle kitüntetésekre. De az ember mindig kaptad, kapta, hát de mindig... Igen. Pedig én tiltakoztam, Csórikám, hol tiltakoztál te? De igazság az, hogy kérlek szépen, én hatszor lett, tehát én hatszor, azt hiszem, hatszor voltam fölött, de hatszor húztak le. Tehát azt is meg lehet oldani, hogy az embert lehúzzák, meg se tudod, hogy ki húzott le. Tehát azt mondja Sólyom László, hogy nekem ez a három ember nem kell, lehúzza, meg se tudjuk, hogy a Sólyom államelnök úr lehúzta. Dehogy nem, jogában áll. A miniszterelnöknek azt mondja, hogy nem írom alá. De ez nem jó. De ez nem olyan, hogy oda azt mondja, itt írja alá, mi ez? Ne törődj, írja alá. Nem. Azt mondták, figyelj, azt mondta, hogy ő nem húzhatja le, ő csak aláírhat. Nem, ő állítólag ebben nem szólhat bele. A miniszterelnök szólhatna bele, de ő azt mondta, hogy ő meg nem szól bele. Abba viszont ki a fene szólt bele, hogy ki volt a bizottság, aki ezeket mind összerakta? De most jó, ki a szólt bele? Úrnál, hogyha a jelenlegi kormánytól... A jelenlegi kormánytól kap egy kitüntetést, és a jelenlegi kormány feje nyújtja a kezét, akkor az is kampánygesztus, hogy nem fogadja el. Nem, ő bátor volt. Bátor és tökös. Én is erre gondolok, hogy ez most egy bátorság volt. Az is lehet. Ez szerintem nem osz, nem szoroz, ez csak őról a szól. A többi meg Magyarországról. Interneten, Softboton, Sólyomnak álmában megjelent Mátyás király, és azt mondta neki, hogy adjon is kitüntetést, meg ne is. Ő ezt így oldotta meg. Az emberek meg értik is ezt, meg nem is. Ez érdekes. Zodra Parti ezt írta az interneten. A díjátadáson valóban megtestesült a nemzeti egység, és állami szintre lett emelve a bunkóság. Majdnem ugyanazt mondtam. És díszműves, vagy kúval, vagy nem tudom, amit szabad Györgynek, azt nem szabad a köztársasági elnöknek. De jó! A madárinfluenza miatti fokozott élelmiszer ellenőr... Várjál, mert én még akartam kérdezni. Nem mondd. Akarták kérdezni. Itt köhögök. Ez nem fordulhat elő, hogy azt fogja mondani a Sólyom László, hogy elnézést tévedtem. Nem. Hogy lehiggad. De hogy a jó Isten akarta volna, már mondta volna. Miért? Még mondhatja. Miért? Még benne van, még 24 óra benne van. Gondolod? Szerint. De most melyikre fogja mondani, hogy tévedtem? Arra, hogy a feketének nem adott Nem arról van szó, hogy a fiatal baloldal aktivistái éjszaka betörtek Sólyom Lászlóhoz, és kicserélték a kezét, és ez már nem az ő között a rohadt komcsik joystickkal mozgatják a Sólyom László kezét, így, és nem tudja, hogy mit csinál. Mi volt az a francia film, ahol éretlenek? Hogy ott volt egy ilyen, és tudod, jött a légy a izébe, emlékszel? Te ezt láttad? Láttam. Jó van. Igen. A madárinfluenza miatti fokozott élelmiszer ellenőrzések hatására egyre több illegális húst találnak a hatóságok. Legutóbb például 6 tonna ismeretlen eredetű húskészítményre bukkantak Pomázon. Egy másik szállítmányra a kereskedő EGK helyett EKG feliratot becsült. Ennek van
van értelme. Na mindesetre hálásak lehetünk a madárinfluenzának, mert most kezdték el ellenőrizni, most kérdés, hogy eddig mit tettünk? Na. Nekem is abszolút hasonlóan jár az eszem, én is erre gondoltam, hogy eddig egyetlen használ a madár influenzák, hogy megtudjuk, hogy lehet, hogy Dajcs Tamásnak lett volna igaza, hogy Magyarország... Ne bántsátok ezért! Magyarország bekaphatja az összes gyanús eredetű húst, képzeld el, hogyha nem jött volna ez. Hogy a madár influenza mellékhatása, csak nem a gyógyszer részét és a orvosát kérdezik meg, hanem... A hentesét! Könyvelőjére és az ügyvédjére gondoltam, de hát... Ez tényleg egy a mellékhatások tekintetben hentes és mészárosát kérdezem. Én, nem annyira hosszú és annyira szégyellem magam, hogy közben elfelejtettem, le kellett néznem, és erre ő befejezte. És... Jó. De igaza van. Igen, mert én nem írtam, mert csak gondolkodtam. De hát nekem... Én meg leírtam. Ezt a pomázi hús először külső érzékszervi vizsgálatnak alávetették, és nem találtak semmit. Megszagolták. Ránéztek, és nem látták, hogy... az egyik csirke kiszaladt. Ez gyanús. De... Azért, mert bontott csirke volt, és még él. Ami ezzel kapcsolatban különösen izgat engem az az, hogy miért feledkezünk meg arról, hogy az emberiség története során ugye a nyers hús bunkósbottal való megpújtás és megevés után az egész főzést arra találták ki, hogy a rossz minőségű és fogyaszthatatlan húst fogyaszthatóvá tegyük. Tehát eleve arról szól a megpaprikázás, a hagyma, a fokhagyma, a fűszerek. Hát hiszen döglött állatot teszünk. Hát mit csodálkozunk, hogy rohadt húst találnak pomázon? Álljon, nem rohadt húst, nem tudták, hogy honnan jött. Nem rohadt. Nem rohadt. Akkora mennyiség, hogy ekkora mennyiségnél azt kell tudni, hogy honnan származik. Milyen gyárból, hát, hogyha malac, mégis sincs benne rohadt, a csirke, vagy tudják, malaca, vagy marha. Akkor tudják, hogy kit kell lecsukni. Ezzel kapcsolatban, könyörgöm, hagyj olvasom, én kaptam egy ilyen nagyon aranyos... Miért kapsz te bármit? Kaptam. És ügyvédi, ezek rendes ügyvédi kérdések. Ő meg madár influenza. Rendes ügyvédi kérdések, amik ezeket ügyvédek tették föl különböző tanúknak. Azt mondja, doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az egyén pulzusát? Nem. Ellenőrizte a vérnyomását? Nem. Ellenőrizte a légzését? Nem. Tehát lehetséges, hogy az egyén életben volt, amikor elkezdte a boncolást? Nem. Miért olyan biztos ebben, doktor úr? Mert az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban. Még nincs vége. Mindennek ellenére mégis lehetséges az, hogy az egyén életben volt? Igen, lehetséges, hogy az egyén életben volt, és ügyvédként praktizált valahol. Erre mondok. Kiszaladt a döglött csirke. Leninnek még mindig van bankszámlája Svájcban. A bolsevik vezér titkos zürichi számláján 1917 óta kamatozik a rajta hagyott 5 frank. Adófizető ezt írta, én már azon sem csodálkoznék, ha Lenin a Postabank VIP listáján is rajta lenne. És Daddy Lee írása, azt hittem Leninnek sokkal több van a számláján. És ami előtte rajta volt, az hova lett? Felélte. Titkos zürichi bankszámlán. Hát ennyi, úgy rajta maradt. Neked nincs olyan bankszámlád, ami maradt valami kis nincs. Vacak? Nekem van. Ez olyan, mint amikor bizonyos pillanatokban az ember kinyitja a szekrényt, és elkezdi átkutatni a zakózsebeket. Hát, ha maradt valamibe valami. Azért gondold el azt a reakciósebességet, kicsit lassan derült ki ez a számla. Hány év ez? Hát, mert titkos volt. Szerencsétlen. És akkor hogy derül ki most? Hát, mert most már olyan régóta halott, hogy most már... Azért mi van ezzel a Lenin? Olyan rég járt nálunk. Bocsánat, mi van a híres svájci banktitokkal? Hát gondolom, egy bizonyos számú év eltelte után feloldják. Nem szokták. 5 frankért, 5 frankért a svájciak nem fognak. 17 óta 5 frank kamatokkal, ez legalább van vagy 200. Nem, nincsen. Nincs kiszámoltak? 2000 valahány száz forint. Hát én nem tudom, de valahol olvastam, hogy nem sok. Szóval egy új nyakkendőre nem futja neki ottam. De egyébként én majdnem hasonló utat jártam be, mint Lenin. Nem dicsekvésképpen mondom. Ahogy kopaszott, ugye? Igen, ez az egyik, igen. Neki is 5 frank van a számlán. Hogy a rendszerváltás környékén engem beszerveztek egy ilyen biztosító társaságba. Leninnek.
Hatodik Lenin. Egy biztosított társaságba, ahol lehetett, hogy szervezzek magam alá ilyen emberkéket, akik életbiztosítást kötnek, de ez egy osztrák cég volt. És én gyorsan beszerveztem magamat. Tessék? Igen, semmi. Úgy hívták, forint kiajánlás ezt a pénzetet. Így van. Én gyorsan beszerveztem magamat és a feleségemet magam alá. De előtte szegényre biztosítást kellett kötni. Igen. És utána tudtam meg, hogy ez illegális, mert hogy forint, és gyorsan abbahagytam, és elfelejtettem. Majd 2004. 17-én kaptam egy levelet, és egy kártyát, hogy nekem pénzem van, amit fölvehetek. És azóta, most már, hát ez volt 382 shilling. Hogy azóta mekkorát kamatozott, ez nem egy tudom. Ez különös de... dolog, mert amikor te csináltad, akkor ez büntény volt, most igen. Meg már nem ez az. Micsoda? Most nem az. Forint kiajánlásnak számított az, hogy ki kellett vinni a pénzt, és ott ugyan beváltották shillingre, de nem lehetett ezt így csinálni. Ez ugye büntető. Tehát magyarul kivitted a forintot, tehát igen, a nemzeti valutát kivitted. Forint kiajánlás, ez egy büntetendő cselekmény. De most már nem. Szegény Lenin ott alszik a mauzólumban 70 éve, mint bűnöző, devizabűnöző. Még ilyen náci. Nálunk volt szívem, és aznak azt a rendszert meg neki köszönhetjük. Annyi a hasonlóság, hogy... a Lenin pénzével, ez is zavar. Emberi, könnyen jött, könnyen megy. Most egy kis reklám következik, és utána megint jövünk mi. Köszönöm szépen. Csak küldte be interneten. Jean, a golyóimat hozom, uram. Ne hozza a vakarja. Az a borzasztó, hogy nekem majd kiesett. Én ezt már átéltem, hogy majd mindegy. Ez a csatorna fedeles sztori. Adjuk el. Melyik az a két sport, ami legjobban megmozgatja az agyat? A sakk és a box? Szerintem ez is. Mindegy. Jó. Lacinak ez egy kereskedelmi csatorna fedeles történet. Ez is a jó közepes poén. Azt mondta, kereskedelmi csatorna fedeles történet. Én próbáltam megmenteni életem, de... Legaláztál ennyi ember előtt. Igen. Kóka Jánossal szeretett volna randevúzni egy dunaújvárosi egyetemista lány. A találka végül az M5-ös autópálya új szakaszának átadójá jött létre. A diáklány elmondta, majdnem elájult a miniszter úr láttán, akinek érezhetően hatalmas az aurája. Jó, hát az én aurám. És annak idején úgy volt, hogy nem a politikusok voltak ilyen nagy sztárok, hanem a színészek, meg énekesek, meg ilyesmi, és nekem is nagy aurám volt. De aztán néha buktam, mert rájöttek a hölgyek, hogy szóval nálam ez a nagy nem általános dolog, szóval van, ami nem olyan. De olyanokat tudtam csalódni, mert amelyik hölgy mondjuk egyik nap engem szeretett, és megkapott, az másnap már a Demiér Rózsiba volt szerelmes. Mi, hogy rendesen randevút kért a minisztertől? Biztos beírtad. Ez a kampány része lehetett szerintem. Egy nőt találtak, aki ezt akar. Látom azt a kampánygyűlést, ahol nézik át a jövő hetét. Jó, akkor van egy szerelmes lány Kóka miniszterbe. Kérném a jelentkezőket. Na de gyerekek, nagyon fontos, hát 3 hét bírjátok ki. Aki nem lehetne inkább esetleg másból, Persány? Nem, Kókát kell. Jó, vállalom. És hol lesz az M5-ös autópályára? Mondjátok meg, hogy igaz-e, tényleg szerelmes a diák? Nem lehet? Jó vágású, fiatal. És ugye nem csak az aurája nagy, hanem a bankszámlája. Tényleg így van. Miért te bankszámlákban voltál szerelmes kiskorodban? Nem, én nagykoromban sem. De Juci kis bankszámlát látott lekókat. Szegény kis egyetemista lány meg fogja kapni majd a Fidesz, hogy ez egy luxus szerelem. Biztos. Egyébként van ebben valami, hogy a Kókának ilyen nagy aurája lehet, mert
néztem az Áderrel a vitát, az is elájult, és azt mondta, hogy Gázár, 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 nem tért magához egy pillanatra semmi. Nem láttad ezt a vitát. De láttam azt a vitát, az és ennek kapcsán szeretném is a politikai jeletnek jelezni, hogy a 21. században az internet, a műhold technika, illetve a Marson járó robotok korában ne emeljünk föl ilyen fénymásolt papírokat, és a tévébe itt tartsuk, hogy a statisztikai ezt csinálták. De itt vannak az adatok, a képviselői adatok, papírokat. Melyik volt? Az Áder. De ő mondta, ilyen, hogy nem engedi használni a társadalmat. Ez volt benne a szép, igen, hogy azt mondta, hogy nem szabad használni. Igen, ilyeneket. Csak a politikai kommunikátoroknak mondom, hogy szerintem a fénymásolt fekete-fehér papírlapot tart, az eleve veszt. Tehát az mennyire... De mellett volt, aki azt mondta, hogy jobb volt a Áder, mint a Kóka, nem láttam. Olvastam újságokban is. Igen, azt mondták, na, majd most kiderül, hány egyetemis tanány kért az Ádertől randit? Tüccsó és Taps fogadta Gyurcsány Ferencet a hivatalos állami ünnepségen a Nemzeti Múzeumnál. A miniszterelnöki beszéd alatt a tömegben kisebb összetűzés alakult ki, egy Fletó de Superman feliratú Luffy-t lóbáló öregúr és egy másik botjával hadonászó idős férfi között. A kormányfő beszédében a rendzavarokra utalva így fogalmazott: szabadság, jóhiszeműség, nyitottság vagy ribillió? Ez a kérdés, válasszatok. Adófizető ezt írta az interneten, ebből az incidensből is látszik, hogy 158 éve jobban éltünk, mint most. Szerintem ezek ilyen megélhetési fúlyogók. Szerintem Gázsit, nem lehet, hogy Gázsit kapnak? Én nem tudom, az én apukámnak március 15-én van a születésnapja, 83 éves volt, és mi? Isten értes. Puszítattunk ezt meg. Azt hittem, hogy fütyültetek neki, nem? És nem zavarta meg egy gyerek se Luffyval az ünnepségen? Én egyébként úgy irigylem az olaszokat, mert Olaszországban még nem született meg az a politikus, aki két embert össze tudott volna ugrasztani. Tehát ott, hogy két privát embert, két polgárt, bármilyen politikus össze tudott volna ugrasztani, ahogy itt, ugye, itt emberek, barátságok szűnnek meg, családi kapcsolatok szűnnek meg, mert annyira... Szerintes Milánóban múlt héten elég rendesen összeverték egymás kampány kapcsán. Az más, ott az más, de a baráti kapcsolatokról beszélek. De ezt honnan tudod? Barát, hát van neked olasz barátok? Rengeteg. Egyszer voltam egy esküvőn, ahol a fiú családja... Csak úgy egyszerűen vették. Engem szoktatok. Mert új vagyok, na! Hogy nyitottak vagyunk, és kíváncsiak az újakra. Lehet, hogy azzal van, hogy nem a csoló. Én azért a pénzemért, amire időjövök, én nekem jár annyi b***gatás, mint bármely másik. Várjál, még az elején vagyunk. Na, halljuk a fogát. Szóval voltam egy esküvőn, igen, ahol a fiú szülei, azok kommunisták voltak, a lány szülei, meg Sforza itáliások, az ottani miép. És a két papa így összekarolva, így mind ők is természetesen. Az volt a hozomány, hát mi? Így. Persze, hát az is lehet, de ez egy kés már be volt tolva idáig. Imádták egymást. Aztán, amikor voltak kaja, akkor már lehetett hallani, hogy a két öreg veszekszik. De azok, akkor meg mit imádták? De azok, de várjad, azok úgy veszekednek, hogy mert a te párt, az én párt, a te párt, a tő pillanat. Várj, elfogyott értesz a sör, kérsz még egy sör? Kicsit, igen, hát nem kicsit, sokkal. Ez a baj. Mert jól hangzik, hát tudod, hamar, azt nem érted. Aranyos, és utána más, iszol sör, iszol, két sör, és barátság, ment tovább. Mi van a sörben? Hát, mérek, azt nem tudom. Mit köntekedtek? Én azt nem értem, hogy... Én nem értem, mit akart a példázat? Azt akartam mondani, azt, hogy szerintem Magyarország, itt Magyarországon még barátságok szűnnek meg. Azok nem meg, barátságok. Így van. Így ami van. Ezen megtörténik, meg, az nem barátság. Ebben teljesen. Én nekem nagyon sok jobboldali barátom van, azt kell mondjam. Én például itt ülök a jobbján, látod, és abszolút jobban vagyok. Most az én jobbomon vagy te jobboldali? És normális jobboldali. És hogyha már itt, mocsáss meg, hadd mondjam el ezt neked, hogy például pont tegnap utaztam egy nagyon kedves emberrel, Márton Andrásnak hívják, azt hiszem, hogy nem, nincs ellene, hogyha azt mondhatom, hogy ő egy jobboldalinak tartja magát, egy mérsékelt jobboldalinak, és ő például azt mondta, hogy kifejezetten a jobboldalnak tesznek rosszat a füttyögők. És ez így is van. El is határolódott a Fidesz a füttyöléstől. Már. Mondjuk úgy, hogy Schmidt-Pál határolódott. Hát jó, meg kicsit utána, a de ettől függetlenül. Elhatárolódó. És ilyen mentébe jár most megint? Jártában. És sport? Akkor kérdezzek, jók vagyunk ebben, meg kérdezzek, jó? És sportol mi?
Azt hallál, meghallál. Én a Fidesz helyében már kicsit zavarnám, a bérmunkásőröket kérnék, hogy egy kicsit zavarják a Fidesz gyűléseket is, mert most már egyre inkább snasz, hogy senki nem zavarja a Fidesz gyűléseket. Ez nem tűnik fel nekünk? Az is, figyelj ide! Lehet, hogy Gyurcsány beszél, vagy nem tudom mi, de hogyha ezek normálisan működnének ezek a dolgok, meg mondjuk jó idő lenne, és nem ilyen ideg, akkor lehet, hogy én is, mint ahogy régebben, persze akkor ugye tudom, mást jelentett, de régebben az ember elmászkált ilyen normális ünnepeken, hát mert találkozom nem veled véletlenül, látlak téged fölépni, ott vagy a Jucival, de vagy hát valami, de én nem akarok ilyen izébe, ilyen mocsárba belemenni. A mindenkori miniszterelnök, az mindenkori aktuál politikai kapitány beszédeket tart. Október 23-án a temetőben, hát mondd már meg nekem, és nem beszélt semmilyen miniszterelnök ott fütyülni, gyerekek üvöltöznek, pici gyerekek, hogy fújnak. Nem általánosságban fütyülésről, hanem arról beszélek, hogy a március 15-öt, ha féltjük, és ha fontos, akkor két dolog vezet oda, hogy ez igazán egy nemzeti ünnep legyen, a legesélyesebb egyébként a mi ünnepeink közül valószínűleg, a politika ne legyen ott, vagy álljon ott sorban. Mi nem március 15-éről beszélünk, egész másról? De én március 15-éről beszélek. Én ezt akarom kérdezni, miért arról beszélsz? Én arról beszélek, hogy válasszuk ketté, hogy a taktaharkányi kamp, tehát amikor kampány van, akkor rendben van, mennyire nincs rendben, de akkor ennek velejárulja, ez egy skála, nem fekete-fehér. Nem beszélsz, hogy ez nem március 15-e egy napja a kampánynak? Kit érdekel március 15-e? Hát erről beszélek, hogy kit érdekel. Szerintem, ha normálisan működnék, akkor ez nem egy normális dolog, hogy az ország mindenkori miniszterelnöke egy nagyon fontos nemzeti ünnepen ünnepi beszédet mond. Nem. Ugyanis, de most gondolj bele, ha nem mondok egy példát. Karácsony, ami általában a családoknak egy ilyen nagyon szent és bensőséges ünnep. De Jézuska nem tud ünnepi beszédet mondani. És kell oda, kell ünnepi beszéd. Föláll egy családfő karácsonyra, és azt mondja, hogy értékeljük az évet, akkor... És nem, rossz az ünnepi beszéd. De nálunk igenis föláll, és elhangzik mindig két mondat. De nem kell beszélni. Az ünnep, az ünnep, a közös ünnep, az mert attól... szavak nélkül is értitek. De a közös ünnep, a közös ünnep. Most te még virágot sem viszel haza, miről beszél? Egyrészt férfi társainak üzenem, hogy én ügyesen csináltam, tehát eleve ajándék, ha én hazamegyek, de mindegy, ez egy... Nem kell vinni semmi. Le is csomagolnak. Én csak arról beszélek, hogy ritkán, mi? Közös ünnep, a közös ünnepen nem egy valaki beszél. Te meg kell mondanom, idén voltál először, én legalábbis csak olvastam, hogy nagyon sok helyen a négy párt együtt koszorozott, aminek ez lenne a dolognak a lényege. Nem. A dolog lényeg az lenne, hogy ne legyenek ott a pártok. Jaj, Muszika, de hát ez nem lehet. Miért nem lehet? Nem lehet, mert... Azért nem, nem lehet egy kulturális műsor. Mi, hogy több haszni legyen? Gitározni akar, tudta? Biztos meghívnak március 15-én. Tudni, hogy kulturális műsor, mit életemben egyszer voltam egy március 15-én műsorba, Petőfi tanítója kellett, hogy legyek, mert én voltam szemüveges az osztályba. Így álltam, remegve álltam egy pont ugyanilyen pulpitus mögött, a Gerőfi Andris volt Petőfi, az végig ezt mutogatta nekem a függöny mögött, följött a függöny, ezért nem volt akarsz a fejem. Az egész gimnázium azt mondta az almási téren, utána lenéztem a papíromra, az lett volna a szövegem, fiam, a szabadságharc, és egy ekkora fasz volt ide rajzolva, és azt mondtam, fiam! És úgy. Én nem lépek fel. Andris. Nem lépek fel. Szégyellem, hogy ugyanabban a gimnáziumban jártál, ahova én. Komolyan. Kérem, madárcsban, igen. De már akkor, neked már akkor az illatot se érződött ott, mikor engem nagy nehezen fölvettek. Legalább örüljünk annak, hogy azért a politikusok a háttérben azért jóba tudnak lenni egymással. Kit érdekel? Nagyon jók a dolgok tudnak lenni. Én emlékszem, amikor csináltuk az uborkát annak idején, és minden évben összerántották. Voltak témák, valamelyik téma volt az a... Minden év... Szégyed magad, nem kötelező az élet. Azt hinte szegény Robi, hogy ez is olyan, mint a hajós rajzak. Igen. Minden évben összerántották a politikusokat, az újságírókat, a színészeket, akik a hangjukat adták. Voltak meg, benne színészek? Te nem voltál, tehát ezek szerint nem. Nem. Na, szóval lényeg az, hogy összerántották, és ez abban az időszakban volt, amikor Horn Gyula volt az
ugye a miniszterelnök, én voltam a hangja. Na, és itt a történet lényeg. Nem ez a lényeg. A lényeg az az volt, hogy ez ugye abban az időszakban játszódott, amikor a Tordján minden áldott plenáris ülésen fölállt, és azt, és kérném tisztelet, a Horn Gyula mondjon le! És akkor a Horn fölállt, remegő szájszélel mondott vala, ez így ment, jött ez a bizonyos összeröffenés, és a svéd pali odavitt engem, bemutat, miniszterelnök úr, engedj meg, hogy bemutassa a magyar hangját, Forgács Gábor. Abban a pillanatban megjelent a Tornyán, Gyulus, gyere, ezt neked látnod kell! Hagyjál már, nézivel! Látod, hogy de Gyulus, gyere, ezt megcsináltak engem ilyen picibe, olyan aranyos, gyere! És elrángattam, mint amikor a mama rángatja a 2 éves gyerekét, így megy, és visszaszólt ahhoz, hogy mit csináljak, imádom ezt a f***t. Így, így. És másnap fölállt a tornya, és a Horn Gyula mondjon le! Én még mindig a hajóssal azért csak vitatkoznék, hogy nem az lenne a normális, ha mindenütt mindenki elmondhatná nyugodtan a maga beszédét. Ne, mindenki egy mondja. Beszédet mondjak, nem bírok 4-et végighallgatni. Hát de nem érted, mindenki elmegy oda, és azt a beszédet hallgatja meg, amire kíváncsi. Igaza van, mindenki mondja el. Mondja el a Csonka is magáét, mondja el a Kunce is, a Demszki. Mi lenne, ha egy ember mondja el mindenki szövegét? Én értem, amit te mondasz, de nem fogadjátok el ezt, amit én mondok. A politikai beszéd az egy olyan, mint valami mínusz szorzó egy egyenletben. Tehát nagy tömeg, nemzeti ünnep, szorozva politikai beszéddel egyenlő, és nem jön ki az, hogy ünnep. Nem jön ki. Nem kell politikai beszéd, vagy az, hogy politikus beszél, annak nem kéne ugyanannak lenni. Értitek, hogy milyen bajom? Hát miért? Az a bajom, Laci, hogy az értelmiség, akik írnak az újságokba cikkeket, azok minden egyes március 15-ig után szenvednek ezen, és soha a gondolkodó értelmiség semmelyik oldalról nem javasolta, nincs arról diskurzus, hogy március 15-én ne legyen beszéd. Semmi beszéd. Vers, zene, tánc. Most olyan kér számon az embereken, akkor ugyanazt mondhatod, nem az embereken kér számon. Semmi értelme enni, mert hiszen úgyis kijön utána. Érted? És akkor ne is együnk már. Hát annyira értelmetlen enni. Ez is, persze, hogy van, történik valami, és akkor utána megbeszélik. Még csak kedden mutatták be. Jó, lehet, hogy nem volt jó példa. Még csak kedden mutatták be. Még csak kedden mutatták be. Akkor én szerintem mondok egy jó példát. Még csak kedden mutattad be. Miért akarja belinkre kezdeni, amikor mi vitatkozunk? Azért, mert ott egy embert megüt egy uta, de igen. Ha üsse, azt nem látják. Mondják a fejhallgatóim. Színházi példákat szoktam mondani. Ha egy igazgató. De most komolyan, ha van egy premier, és a premier után pesgőzés van, ha ott az igazgató, vagy fejlődjük is el az igazgatót, ha ott a rendező nem mond 3-4 mondatot, igen, mint rendező, akkor az emberek, akik abban dolgoztak, abban a produkcióban, azt gondolják, hogy mi van már, lesebb, izél minket, hogy nem tud 4 mondatot mondani. Lehet, és mint rendező szokás, mondod, igen, mint a főnökük mondod. Kitűnő példát mondtál, akkor menjünk tovább. Hiszen azt az előadást ki hozta létre? Együtt hoztuk létre. Igen, és abban a rendezőnek szerepe volt. A igen. Március 15-i nemzeti ünnep. Nagyon nehéz a apa, mit csinált? Mit csinált abba egy politikus? Álljál meg egy pillanatra! És mit te mit csinálsz? Ha így vagyunk, akkor te mit csináltál benne? Ott voltam, pofáztam, fütyültem, felléptem. De milyen már? De azt gondoltam, hogy az a nagy március 15-e. 48-ason ott voltál? Nem volt, a igazság szerint akartam menni, de nem. Még nem jöttem a világra. Nem jöttem a világra. Egyébként szerintem, ha éltél volna, biztos benne lettél volna. Én, de hogy is. Hmm. Még csak kedden mutatták be. Szerintem. Azt ott hatodat. Tánc is börtönénél, és ott énekkel tudom. Engedjük ki a Mihályt, inkább csak már. Na, hogy sajnos... Ha ott énekelt volna, akkor a Mihály nem megvakult volna, nem inkább megsüket. Ezt nem hagyhattam. Az a baj, ahogy magamat ismerem, az úgy lett volna, hogy énekelek Táncs is börtönénél, délután 5-kor szemerkélő esőben, és szólnak, hogy egyrészt a Táncs is ott kiengedték, másrészt a börtön a másik utcában. Még csak kedden mutatták be, Mári. Ott volt. Ez egy őszinte ember. De most már tudom fejből, még csak kedden mutatták be. De mit?
Alföldi Robert rendezésében a 54 méteres villamos. Még csak kedden mutatták be, már is vitát váltott ki az első új körúti 54 méteres villamos. Noha a sárga hernyó alakú jármű alacsonypadlós, így babakocsival és kerekesszékkel is kényelmesen lehet használni, Kupper András, a fővárosi önkormányzat fideszes frakciójának vezetője, azt kifogásolja, hogy a járművekben nem működik légkondicionáló berendezés. Igaza van, továbbá nincs benne WC, kézmosó, heverő, TV, internet. Ezen a szaron csak utazni lehet, de... De az jó lenne, nem lenne benne légkond, és ki lenne írva, hogy ne nyitogassák az ajtót. Igen, ez valami illetékes. Lehet, hogy maga Abba Botond mondta el, hogy ugye 50 vagy nem tudom, egy percenként nyílik ugye egy-egy megállónál. Tehát olyan légkondit még nem találtak föl. De azért föl van, azért olyan is lehetne. De hát mind, de igen, hát drágább. Mint, az föld alatt van, ami légkondit. Mit tudom én? És gyalog kell menni. Minél gyorsabban mész, annál jobban hű. De... Komolyan mondjátok, hogy ez volt a Fidesz baj ezzel, hogy a tiltakoztak. Ez a mérhetetlen. Azért értem meg nagyon, mert a főváros nagyon kevesen, tehát nagyon nehéz dolga van a fővárosi Fidesznek. Mert ott nagyon kevesen tudják a fővárosi önkormányzatról, hogy ott nem a főpolgármester gyakorolja a hatalmat, hanem van egy olyan kis parlamentke, ott is fővárosi közgyűlésnek hívják, ahol szavaznak. És a fővárosi Fidesz azt nem mondhatja mégse, hogy hát ezt éveken keresztül ilyen meg ilyen dolgokban együttműködtünk és megszavaztunk, és azt mondaná, hogy ez jó, ez mi helyes, ez a... Hát akkor, hogy, akkor nem olyan ellenzéki most kampányidőszakban. Akkor ennyire szóval azt is mondhatta volna, hogy nem tetszik neki ez a villamos, mert nem fér ki rá a rosszabbul érünk plakát, és magyar ember nem megy olyan villamosra, nem lehet rosszabbul érünk. Ennyi fantáziája nincs. Ennyi fantáziája és kreativitása nincs mind neked, hanem a légkondi. Én nem láttam még tényleg 51 méter. 54. De már ez áll két megálló között. Tehát itt fölszáll, és itt leszáll. Mert eddig olyan mérhetetlen sok légkondicionáló volt Pesten a villamosban. Nem, de hát szívem, miért kell a múltba menni? Egyébként. Látod? Annyi, olyan cinikus, olyan mérhetetlen cinikus. Hát te mit értél, taxival mész mindenhova, mit érdekel? Volt ide, amikor villamosoztam. Ja, amikor nem voltál igazgató, de hát most nem. Én meg most villamosozom, és metrózom, és buszozom, és nagyon élvezem. Meg kell mondjam, őszintén én nagyon szeretem ezt csinálni. Jó, nem azt mondom, hogy nincsenek néha kis kalandok, de... A múltkor két nappal a londoni metró robbantás után álltam így talpig feketébe, fekete sapka, sötét szemüveg, fülembe a rádió, hallgatom, oda jön egy házaspár felszáll, velem szembe egy összesúgnak, majd a hölgy oda jön hozzám, azt mondja, megismertük ám. Hát hülye színész, meg hát... Maga itt olyan biztonsági ember, ugye? Egy névtelen írógéppel írt levél alapján ügynök váddal illette a Havaria Press Debreceni Józsefet. A volt MDF-es politikus politikai lejáratásnak minősíti a vádat, és a Fideszt véli a háttérben, mert az utóbbi időben gyakran írt kritikai cikkeket a Fidesz vezetőjéről. Orbán Viktor nem hisz a névtelen levélnek, bár sajnálja, hogy Debreceni, aki egykor tanácsadója is volt, átsodródott a baloldalra. De nem ez a szomorú ebben az egészben, ennek a kampánynak szerintem ez a legaljasabb terméke eddig. Tehát szabadon írhatsz bárkiről bármit, és utána híré válik, és elkezdik késztényként este kommentálni. Magyarán bárkit bármikor ki lehet nyírni következmény nélkül, ez ennyit nem ér egy kampány, se hatalom, semmi nem ér. Erre mondja ezt a magyar bíróság, ha bármilyen történik veled, hogy a közszereplőnek ezt el kell viselni. De már ne haragudj! Miért kell nekem mond. Bocsánat. Ne nekem mond. Rám szóltak, hogy mindig közbeszólnak. Nem. Csak nem tudom, hogy a Debrecen József elismeri-e, hogy ő közszereplő, vagy nem. Ő azt mondta, hogy igen, és hogy kér is minden adatot, és eleve őt, amikor az ORTT-nek volt a valamilyen tagja, vagy nem tudom, micsoda, akkor őt átvilágították. Erre azt mondták, hogy több mint csak 3x3-as, ez meg most 3x2-es. Mondták az volt a borzasztó nyilatkozat a tévéműsorban, az a bizonyos tartó tiszt, aki ugye védi a Debrecenet, hogy nem lett beszervező, aki elmondta egy másik műsorban, a rádióműsorban, hogy 5 perc alatt, egy nap alatt bárkiről olyan terhelő bizonyítékokat tud összeszedni, amiért csak rendelnek tőle. Hát ez egy szakma a gyerekek. Hogy hamisítják?
Ből az következik, hogy törődjünk bele, hogy bárkit bármelyik nap nem, ki lehet nem ez következik, hanem az következik, ez amit én minden adásban el fogok mondani, hogy emlékezzünk arra, hogy azért, hogy ilyen nehéz helyzetben vagyunk e tekintetben, kik a felelősek. Álljunk meg egy pillanatra. Engem, igen. Nagyon érdekel. Ez nem csak ebben, nem csak politikában igaz. Ez bármiben igaz. És ez miért igaz? Tehát nem az történik, hogy rólad bármi megjelenik, hanem mi a Jucci hozzán tudnánk a Juccival mesélni kalandjainkat a bíróságon, amit aztán végül megnyertünk sajtópereknél. De itt, hogyha te állítólagosan közszereplő vagy, rólad bárki bármit megjelentethet. És az, hogy utána az igazadat bebizonyítsd, nem ő bizonyít, igen, hanem neked kell egy évig, másfél évig úgy végigcsinálni egy bírósági eljárást, meg akkor is, hogyha a Juci is megnyerte, én is megnyertem, mérhetetlenül kihagytam volna az életemből. Mert az ember bármennyire elhatározza, hogy hiszen ez csak arról szól, hogy hazugságról bebizonyítsam azt, hogy hazugság, olyan mélyen megráz, kiborít, és nem tudod kézben tartani a saját életedet, szétzuhansz. Attól, hogy bárki, bármit, bármikor. Amikor nagyon hosszan szoktak hivatkozni a sajtószabadságnak. És akkor ezt te gondolom teljesen bolond dolognak tartod. Tehát ez így nincs rendjén. Akkor van még egy fokozata, hogy ezt az ellenőrizhetetlenséget, következmény nélküliséget be lehet vinni kampányidőbe direkt módon a politikai életbe. És akkor miről beszélünk? Bárki nem azt mondta, hogy ez jó, hanem sajnos, hogy ez van. Ez van. Nem jó, de ez van. Tehát ez politikától független. De tehát még ugyanígy működik. Tessék? Nem is független. És van, amikor még csak nem is kezdődik. Itt addig a Debrecen József most indít mindenféle pert, polgáritól kezdve mindenfélét, adja Isten, hogy megnyeri, és hogyha az ügynökséget megbüntetik 200 milliárd forintra, akkor több ilyen ügynökség nem lesz. De nem fogják megbüntetni. Nem megbüntetni, aki ilyet csinál, nyilvánvalóan ellenőrizetlenül tönkretesz mást, az kész. Szeretnék erre mondani, valamint nagyon jók vagyunk ebben. Juci, te mi nem szólalsz már meg itt mellettem? Azért, mert annyira jól beszélsz. Mi azt kértük, a Juci is, meg én is ugyanaz volt az ügyvédünk, azt kértük, hogy a jogsértés mértékére tekintettel egy lapot ne engedjenek, tehát egy lapszámot ne engedjenek megjelenni. Igen. És erre azt mondta a bíró úr, aki mondom, hangsúlyozom, abszolút jogerősen mellett nekünk adott igazat, hogy ez a cenzúra és ez a sajtószabadság megsértése. Ez a törvény. Olyan jól tudtam volna és még ez erre. Azért érdekes, mert közben meg a tévénél például az van, hogy ugye akkor fekete adás igen, van. Igen, majd megbüntetek, igen. Érthetetlen. Mi lenne, hogyha ki kéne adni az újságot fehér oldallal? Az jó lenne, mert azt olvassam el, amit akarom. Kampányidőben ennek lenne a legtöbb érdeke. Mindenki írja bele a maga gyalázkodását. Ezek mit hazudoznak össze, mi? Lapozzunk! Ez! Hetilag megkérdezte Sobert Norbertet, vállalna-e miniszterséget. Norbi, bár ilyen címre nem pályázik, elmondta, ha nem csak látszat miniszterséget kínálnának, hanem eszközöket is kapnék a kezembe, és maradhatnék pártfüggetlen, kifejezetten érdekelne a dolog. Minek akarna miniszternek lenni? De milyen eszközt akar? Tornázza az egész ország, kérdezik. Ő mi lenne? Ő lenne a nemzet Norbia? Nem, vagy mi lenne? Március 10-én mindegy. Egyszerre nemzet pedagógusa és a nemzet orvosa. A Norbi stílusával lehet vitatkozni. Ízlésről lehet vitatkozni. Nekem tetszik-e az, ahogy ő csinálja. De az, hogy egy csomó ember lefogyott, hogy így van. És ha még biznisze is van benne, legyen neki biznisze. De mondom, egészséges miniszterelnök lenne belőle, hát gondolj. De ő nyomja és azt csinálja, ami szerintem egy csomó embernek kinevezném őt soványítás ügyi. Kinevezném őt soványítás ügyi miniszternek. Az jó. És amikor lejárna a Norbi első 4 éve, én plakátokat nyomatnék, kövérebbek voltunk, mint 4 éve. Mit tesznek a fogyókúrás kanibálok? Cukormentes Norbit. Mi az, hogy cukormentes Norbi? Neked külön elmagyarázom. Van ez a rágógumi cukormentes Orbi. De az a mit, ez nem Norbi. De hogy hozzátettem egy betűt, és ettől viccé vált. De ő mindig ilyen volt egyébként? Igen. Tehát, hogy de akkor ennek nincs valóság alapja. Értem. Mi jön a 14-es után, mert másik a 15. 17.
Nem, 17. Az iskola első óta. 17, mert te hülye, mert lóugrásba megyünk, tudod? Te hova jártál Áltiba? Áltiba Szegedre, a Ságvári rendre gyakorló is általános iskolába, és én játszottam Ságvárit az ünnepségeken. Mi voltál te? Ságvári? Szégyed magad te! Mit akartok? Cukrászdába zabáltál, és megijesd, és lelőttek cukrászdába. Igen, nem lőtték rá, hanem önvédelem volt, hogy mit mondott most ki a bíróság. Hogy elveszted a golyódat, kicsit. Hát, eddig volt egy plusz golyó. Golyó nem kell, de legalább hüvelyem lenne. Mi, akkor Lulunak hívnának, nem olyan. Jegyet rendelni a 061-788-5401-es telefonszámon lehet. A 1117 Budapest Sopron út 40 az, amit címünk, azért van ideír. Van a Teletek 636-os oldala, folyton érdekes, a heti.rtlklub.hu non-stop a mi e-mail címünk, és a www.rtlklub.hu weboldal sem szűk, mert úgy tessék megnézni. Találkozunk egy hét múlva. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!